Jó estét kívánok az Oxigén Televízió nézőinek, november 13-a csütörtök van. Simán győzött a bajnokságban is az Audi Eto, a november végével elbocsátott Nokia dolgozók kétharmadának már van új munkája, és Európai Uniós ismeretekről szerveztek regionális versenyt fiataloknak. Ezek lesznek ma kiemelt témáink híradónkban. Már is mutatjuk a részleteket. November végéig végleg bezár a Nokia gyár Komáromban. Több mint 1100 magyar dolgozót küldenek el. Kétharmaduknak azonban már sikerült új munkát szerezni. Győrben rendezték a középiskolásoknak szóló Európai Uniós verseny regionális döntőjét. 7 éve rendezik meg a vetélkedőt, hogy a fiatalok jobban megismerjék az EU működését. 27-19-re nyert a Dunaújváros ellen a győri Audi Eto KC női kézilabda NB1-ben. Aguilar sérülés, Bognár Bódi pedig betegség miatt kénytelen volt kihagyni a találkozót. Adásunk végén természetesen részletesen is elmondjuk, hogy érdemes lesz-e szabadtéri programot szervezni még a késő őszi hétvégére. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit ZRT ügyvezetője szerint a komáromi Nokiából a hónap végéig elbocsátott dolgozóknak kétharmada talált eddig munkát. A gyárban kihelyezett ügyfélszolgálaton felmérték az érdeklődők igényeit, és számukra ennek megfelelő állásajánlatokat közvetítettek, de nagy igény mutatkozott az önfoglalkoztatást elősegítő támogatás iránt is, melyet egy 72 órás képzés elvégzése után lehetett igénybe venni. A Nokia gyárból november végéig 1149 magyar dolgozót küldenek el, ezzel zár be véglegesen az üzem. Az első háromnegyed évben 2,4%-os bevételcsökkenést könyvelhetett el a Rába csoport a tavalyi év hasonló szakaszához képest. A társaság konszolidált árbevétele az idei évben eddig 34 milliárd forint. A csoport beszámolója szerint a bevételek nagy része a hazai forgalomból adódott, ebben pedig nagy szerepe volt az idén elkezdett járműértékesítésnek és a népszerű autótípusokban felhasznált Rába alkatrészeknek is. A vállalat hiteltartománya csökkent a tavalyi évhez képest több mint 2 milliárd forinttal. 9 csapat részvételével rendezték meg Győrben a középiskolásoknak szóló Európai Uniós témájú verseny regionális döntőjét. Az eseményre Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből, illetve a felvidéki Nagymegyerről érkeztek diákok. A kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult, azzal a céllal, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék az Európai Unió működését. Munkában a fiatalok. A Europe Direct információs hálózat 3 társszervezettel karöltve rendezte meg For For Europe című versenyét, amelyre országszerte 332 csapat jelentkezett. Közülük Győrbe a régió legjobbjai jöttek el, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből, illetve a felvidéki Nagymegyerről. Én azt gondoljuk, hogy ez a korosztály, általában 16-18 éves korosztályról beszélünk, akik jellemzően jelentkeznek és részt vesznek nagy sikerrel a versenyen. Érdeklődnek az EU iránt, és az ő érdeklődéseket föl lehet még kelteni. 2008-ban indítottuk ezt az országos középiskolás versenyt, melynek ugye a középpontjában az Európai Unió áll, és hát a célja az, hogy a diákok minél jobban megismerkedjenek az Európai Unióval, annak a tagországaival, magával a történetével és a szabályozásával. Persze mindezt játékos feladatokon keresztül sajátíthatják el a diákok. A regionális döntőbe jutott fiatalokra többféle feladat várt. Egyebek mellett kitöltöttek egy Európai Uniós tesztet, összeállították egy iskolai kulturális nap programját, illetve rádióreklámot készítettek. A felkészülésre 20 percük volt a csapatoknak, a reklám előadására azonban már csak 40 másodperc jutott. Elmúltál 17, de még nem vagy 30, és Magyarország lakcímmel rendelkezel, jelentkezz! A küldő szervezetek által lehet önkéntes, amely vagy lakóhelyet közelében lévő LBS szervezet, vagy megkőzel egy civil szervezetet, hogy akreditálja magát. A regionális döntők győztesei decemberben az országos döntőben mérik összetudásukat. A győztes csapat díja egy strasbourgi utazás lesz, a második helyezett pedig Prágába juthat el. Pénzügyi gazdasági vetélkedőt tartottak a Nyugat-Dunántúli középiskolások legjobb 4 csapatának csütörtökön délután Győrben. A pénztár versenyt a Nemzeti Adó és Vámhivatal régiós főigazgatóságának főépületében tartották. Az országban 7 másik helyen egy időben bontották ki a borítékot, amiben a feladatok voltak.
Az is kiderült, hogyan takarékoskodnak a fiatalok. Hogyha ilyen szülinapra, névnapra kapunk pénzt, ezt félreteszem, és elteszem majd, hogyha a főiskolán, esetleg egyetemen szükségem lesz rá, akkor legyen miből gazdálkodni. Most már megtanultam jobban gazdálkodni, mint eddig, és most már tudok félretenni. Ezek a középiskolások ezentúl egy kicsit jobban figyelnek majd arra, mire mennyi pénzt költenek, és hogy hogyan tudnak takarékoskodni a zseppénzükből. Ők a Pénztár pénzügyi-gazdasági vetélkedő Nyugat-Dunántúli régiós döntőjének résztvevői. Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Sopron középiskolásai érkeztek Győrbe a verseny döntőjére, amit itt a Nemzeti Adó és Vámhivatal régiós főigazgatóságának főépületében tartottak. Lesz érvelés pro és kontra, grafikont kell értékelniük, gazdasági szöveget kell javítaniuk, elképesztően rövid idő alatt totót töltenek ki. A fiatalok a felkészüléskor sok olyan hasznos tudásra tesznek szert, amit később kamatoztatni tudnak, szó szerint. Egy részük a fiataloknak nagyon tudatosan bánik a pénze, a másik részük az viszont kevésbé, hiszen otthon nem ezt látja, tudjuk, hogy a magyar családok jó részének nincs például megtakarítása, tehát ha nem látja otthon, hogy a pénzzel hogy kell bánni, akkor szükség van ilyen jellegű vetélkedőkre, meg fölkeltik a figyelmet arra, hogy hogyan kell és hogy miért érdemes a pénzzel okosan bánni. A versenyt országszerte egyszerre 8 helyszínen tartották meg csütörtökön, csak a legjobbak juthatnak tovább a végső megmérettetésre. Patikába tört be egy férfi Sopronban, az eset tegnap hajnalban történt. A biztonsági szolgálat egyik alkalmazottja vette észre, hogy valaki bement a gyógyszertárba. A gyorsan kiérkező rendőrök lefülelték a tolvajt, aki egy mérleget és pénzt akart elvinni. A fiatal ember a rendőrségen beismerte a tettét, lopás kísérlet megalapozott gyanúja miatt indított ellene eljárást a soproni rendőrkapitányság. Szemtanúkat keres a tatabányai rendőrség. Szeptember 14-én éjjel az Árpád téren két férfi megvert három másikat, annyira, hogy kettőnek orvosi ellátásra volt szüksége. A nyomozás során kiderült, hogy még ugyanaznap éjjel ugyanaz a két ember egy másik társaságba is belekötött. A rendőrök garázdaság miatt keresik őket, és kérik a környéken élőket, hogy akinek bármilyen információja van az esetről, vagy az elkövetőkről, az haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen. A tatai Eötvös József gimnáziumban csütörtökön adták át az új természettudományi labort, ahol a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó kísérleteket végezhetnek a tanulók. A beruházás 257 millió forintba került, és tartalmazza a tananyagfejlesztést is. A labort egyébként nem csak az Eötvös gimnázium, hanem 11 másik környékbeli iskola diákjai is használhatják majd. Hamarosan birtokba vehetik a sportolni vágyók az új műfüves focipályát Tatabányán, a Jubileum Parkban. A 800 négyzetméteres pályára már leterítették a műfüvet, de hátra van még egy fűthető, túlnyomásos sátor felhúzása is, így télen sem kell majd felhagyni a focizással. A sátrat egyébként minden tavasszal lebontják, és később összeléptik majd fel. Várhatóan december végén adják át az új pályát a hobbi focistáknak. Ácskövesi Ágnes és kutyája epi sikert sikerre halmoz az utóbbi időben. Szeptemberben három másik társukkal együtt Luxemburgban csapatvilágbajnokok lettek, a hétvégén pedig az egyéni magyar bajnokságot is megnyerték. Híradónk otthonában kereste fel az immár kétszeres bajnok Uszkárt és gazdáját. November 9-én Szigetszentmiklóson rendezték az Agility Magyar Bajnokságot. Ezen a versenyen Ácskövesi Ágnes és kutyája Epi első helyezést értek el. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez, és hát kérlek, meséld el nekünk, hogy milyen volt ez a verseny. Köszönöm szépen. Hát ez a verseny ugye a országnak a legnagyobb rendezvénye minden évben, és a világbajnokság után, ahol ugye a múltkor csináltunk egy riportot, nagyon furcsa érzés, hogy a csapattársak ellen kell tulajdonképpen ugye most futnunk, és hát a csapatból nekünk sikerült a legjobban így Epivel a médium kategóriában mi tudtunk nyerni. Nehéz volt ez a verseny, vagy igazából a kisújjatokban volt?
Mindenféleképpen nehéz. Elég komplikált technikás pályák voltak, tehát az sem könnyítette meg az emberek helyzetét, valamint ugye kicsit nagy ilyenkor a lelki nyomás, hogy kibírja ezt végig idegekkel. A kutyák is izgulnak ilyenkor, vagy csak a gazdák? Szerencsére a kutyák nem tudnak semmiről, úgyhogy ha mi ügyesen csináljuk, akkor ők ugyanúgy teljesítenek, mint bármikor. Ugye, hogyan tovább most ez a kérdés? Magyar bajnokok lettetek a világbajnokságon is, ugye, ha jól tudom, elsőnek sikerült lenni. Mik a következő célok? Hát Epivel mi már tavaly is magyar bajnokok voltunk, tehát ez már a második év volt szerencsére az ő kis életében. Én nagyon remélem, hogy a világbajnoki eredményt és az országos eredményt is tudjuk jövőre is hozni. A kutyák és a különleges sportok kedvelői számára már csak egy hetet kell várni arra, hogy elkezdődjön a szezon egyik legérdekesebb versenye. Véneken rendezik ugyanis a szánhúzó kutyák számára az Európa-bajnokságot. A versenyre 13 országból több mint 130-an neveztek. Évek óta hagyomány, hogy kutyafogadhajtók versenyeznek Véneken, a Dunához közeli töltésen, illetve erdőben. Idén azonban minden korábbinál rangosabb megmérettetés lesz. November 20-a és 23-a között itt rendezik ugyanis az edzőkocsis, kutyásfutó, kerékpáros és szkúter Európa-bajnokságot sprint és középtávon. A kutyák 5, 8, 11 és 16 kilométeren mérik össze erejüket. A sportágról tudni kell, hogy a versenyek fektetett nyomvonalon zajlanak majd, az elágazások egyezményes jelekkel lesznek jelölve. A szánhajtó és kutyái között nincsen közvetlen fizikai kapcsolat. A szán elé befogott kutyacsapatot kizárólag a hajtó parancsszava irányíthatja. Így aztán a fogat élén futó vezérkutyának kell végrehajtani az utasításokat, a hajtó parancsára balra vagy éppen jobbra kell téríteni a fogatot, és neki kell gyorsabb vagy lassabb iramot diktálnia. A kutyákat hámba fogják és erős kötéllel egymáshoz vagy a szánhoz kapcsolják őket. A hajtó pedig hátul akár rollerozhat, vagy pedig futva tolhatja a szánt, ezzel is segítve a csapat munkáját. A verseny egyébként 3 futamból áll majd, minden nap 9 órakor van az első rajt péntektől vasárnapig. A leglátványosabb futamok mindig a nap elején vannak, itt vannak ugyanis a legtöbb létszámú kutyás fogatok. Az Európa-bajnokságra 13 országból 135-en neveztek. A végső győztes az lesz, aki a 3 futam alapján a legjobb időeredménye rendelkezik kategóriájában. Újabb 2 játékos iratkozott fel az amúgy is népes sérült listára a győri Audietto csapatában. Bognár Bódi Bernadett szerdára belázasodott, míg Macarena Aguilart kisebb sérülése miatt volt kénytelen pihentetni Amros Martin. A csapat meglehetősen szokatlan összeállításban játszott, de így is sikerült nyerni a dunaújvárosi Kohász ellen. Egy éven keresztül a győri egyetemi csarnok volt az otthona az Audietto női kézilabda csapatának. Szerdán aztán a dunaújvárosi Kohász elleni bajnoki mérkőzésen eljött a búcsú ideje. Kelecsényi Ernő ajándékkal köszönte meg az egyetem rektorának, dr. Földes Péternek a remek kiszolgálást. Aztán elkezdődött a mérkőzés. A sok hiányzó miatt kicsit lassan indult be a győri gépezet, de Korsos Dorina és Szepesi Ivett ilyen nagyszerű találataival hamar 4-5 gólos előnyt épített fel a fehér mezben játszó hazai csapat. Planéta Simonetta is igazán elemében volt, főleg akkor, amikor jó zárásokat kapott a társaktól. Jöttek is a védhetetlen bombák. Nekem sokkal könnyebb úgy lenni, hogyha zárást adnak a többiek, és utána tovább tudjuk játszani, hogyha mégis kilépnének rám, akkor ott lesznek szabadon. Igen, ez nekem nagyon fekszik ez a figura. Az első 30 perc 14-9-es győri vezetéssel zárult. A második félidőben aztán tovább növelte előnyét a zöld-fehér csapat, az 52. percben pedig Anasen büntetőjével kialakult a szurkolók által nagyon vágyott 10 gólos különbség. Az utolsó 8 percben a vendégek kozmetikáztak a végeredményen, az egyetemi csarnok utolsó női kézilabda meccsén 27-19-es győri győzelem született. Bele se gondoltam, hogy az utolsó meccsünk jön, csak amikor a Tamás itt bemondta. Hát furcsa lesz itt hagyni ezt a helyet is, de már hozzászoktunk a költözéshez, és alig várjuk, hogy elfoglaljuk az új helyünket. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat itt ebbe az egy évbe. Nagyon-nagyon kedves és nagyon segítőkészek voltak az itteniek, ezúton is köszönjük nekik. Maga a helyjel is nagyon-nagyon jól megbarátkoztunk és belaktuk. Szepes Ivett szerint megmutatták, hogy a bajban is nagybetűs csapatként tudnak együtt egymásért játszani.
egy kicsit erősebbé tett minket az, hogy ugye kevesen vagyunk, és itt már nem elég 100%-ot adni, muszáj már 110-120%-ot, pontosan azért, mert kevesen vagyunk, és pótolnunk kell a hiányzókat. De egy futós, küzdős mérkőzés volt. A győri lányok legközelebb november 18-án a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, akkor Zágrábban, a Lokomotív otthonában szerepelnek. Sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező előtt áll a magyar labdarúgó válogatott. A csapat egész héten Telkiben készült a Finnország elleni mérkőzésre. Ha a nemzeti csapat szeretne ott lenni a 2016-os EB-n, akkor pénteken mindenképpen győznie kell. Készül a válogatott a finnek elleni mérkőzésre. A két csapat már jól ismeri egymást, hiszen a 2012-es Európa-bajnoki selejtezőkön is egy csoportban szerepeltek. Akkor idegenben egy utolsó másodperces Dzsudzsák góllal sikerült nyernünk, míg hazai pályán 0-0 lett az eredmény. Azért annyira nem rossz csapat, tehát azt nem várhatjuk, hogy 90 percen keresztül mi fogunk dominálni. Mégiscsak egy olyan csapatról beszélünk, akik azért ők is szeretnének tovább jutni ebből a csoportból. Jó játékosaik vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy egy kiki meccs lesz. A két nemzeti 11 idén márciusban is megmérkőzött egymással. Győrben Pintér Attila először ült a válogatott kispadján, és a csapat 2-1-es vereséget szenvedett. A finnek tehát biztosan nem feltartott kézzel lépnek majd pályára. Én biztos vagyok benne, tényleg, hogy láttuk a videót is, hogy egy nehéz mérkőzésről van szó. Jó pár játékosuk ugye elég erős bajnokságokban játszanak. Én mindenképpen győzni szeretnék. Nem is azért, mert hogy most számogassak, hogy hány pontunk van akkor, hanem ebből az elmúlt két mérkőzésből tényleg akkor úgy tudnánk lezárni ezt a három selejtezős mérkőzést, hogy még pozitívabban, de tényleg az, hogy ezt az elmúlt két mérkőzés pozitív dolgait vigyük végig, és akkor egy itthoni győzelemmel fejezzük be. A játékosok jó hangulatban és elszántan készülnek a pénteki mérkőzésre. A csapat utóbbi két mérkőzésben megmutatta, hogy igenis fontos mérkőzésre tud felpörögni, és elhoztunk azt a minimum 4 pontot, amit beszéltünk meccsek előtt, úgyhogy ugyanazt a akaratot át kell vinni most péntekre, és mindenféleképpen itt van kell tartani 3 pontot. Dzsudzsák Balázs a hétvégén testközelből láthatta a finnek egyik kulcsjátékosát. Hát a legnagyobb név talán, meg szerintem a legjobb játékosuk is, az számomra egyértelműen ugye a Jeremenko, aki a CSKA Moszkvát erősíti, úgyhogy tegnap is nagyon-nagyon jó mérkőzésem volt túl ellenünk is, de hál' Istennek nem sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy jobbak legyenek nálunk, de nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy tényleg vigyázni kell rá, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk oldani a semlegesítését. A szövetségi kapitány Dárdai Pál szerint a türelem lesz a győzelem kulcsa. Reméli, hogy a közönség a csapat mellé áll, és közös erővel a válogatott itthon tudja majd tartani mind a 3 pontot. Egy bónuszt kérek, hogyha tényleg úgy van, hogy az országban érzem az embereken, egy bónuszt kérek a csapatot, a 80. percig hagyják békén, akkor is, ha 0-0 van, azért, mert akkor a végén fogjuk hozni a döntést. És megígérem azt is, hogyha rosszul sül a meccs, akkor is körbe fogunk menni, és meg fogjuk köszönni a részvételt. A Magyarország-Finnország mérkőzés pénteken 20 óra 45 perckor kezdődik a Groupama Arénában. November végéig végleg bezár a Nokia gyár Komáromban. Több mint 1100 magyar dolgozót küldenek el. Kétharmaduknak azonban már sikerült új munkát szerezni. Győrben rendezték a középiskolásoknak szóló Európai Uniós verseny regionális döntőjét. 7 éve rendezik meg a vetélkedőt, hogy a fiatalok jobban megismerjék az EU működését. 27-19-re nyert a Dunaújváros ellen a győri Audi Etokácia női kézilabda NB1-ben. Anilás sérülés, Bognár Bódi pedig betegség miatt kénytelen volt kihagyni a találkozót. Regionális híradomban összegyűjtünk minden nap néhány programot, amiből érdemes választani. Mindig a másnapi eseményekből szemezgetünk. Aki ebben segítségünkre lesz, az nem más, mint az Ozon FM műsorvezetője, Korodi Petra. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk péntekre?
Szia Zsuzsi, köszöntöm az Oxigén híradó nézőit. Nos, ezúttal is van pár izgalmas ajánlatom. Mindjárt itt van elsőként egy zenei program. A klasszikus muzsikák kedvelői pénteken többek között Mozart G-dur szimfóniáját, vagyis közismertebb nevén, a kiséi zenét hallgathatják meg Győrben a Richter teremben. A győri filharmonikusok koncertjén még egy Haydn és egy Brahms mű is felcsendül, este 7 órakor kezdődik a koncert. Aztán pályaválasztási kiállítás lesz Tatán az edzőtáborban. A 7. és 8. osztályos diákokat holnap és még szombaton is várják. Ebben az évben is rengeteg hivatás mutatkozik be, és a résztvevők kipróbálhatják többek között a szakma szimulátorokat is, de lesz nyelvi felmérés és kreszteszt is. Holnap és szombaton tehát pályaválasztási kiállítás a tatai edzőtáborban. Aztán végül jöjjön egy nagyon izgalmasnak ígérkező előadás Tatabányáról. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsorát nézhetjük meg pénteken a Földi Imre Sportcsarnokban. Ez egy friss hangzású, dinamikus darab, a nap kultuszát és az életünkben betöltött szerepét vonultatja fel. Pénteken este 7 órakor kezdődik az előadás. És akkor, ahogy ígértük, nézzük még részletesebben, hogy hogyan alakul térségünk időjárása a következő napokban. Változóan felhős lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország észak-nyugati felében. A borult idő ellenére csapadék csak nagyon kis eséllyel fordulhat elő. Pénteken a hajnali órákban 8, amíg reggel 11 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők. Péntek délutára is marad a felhős idő, 11 és 14 fok között alakul a nappali maximum. Péntek este is borult lesz az ég, 7-8 fokot mérhetünk majd a nap végén. Változékonynak ígérkezik a következő 3 nap északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szeles, csapadékos időre készülhetünk. Szombaton a borult időben esőre csak kis esély van, a nap elején és végén 7, amíg napközben 14 fok várható. A vasárnap viszont már cifrább lesz, csapadékra és szeles időre kell számítani, a reggeli és az esti órákban 8, amíg napközben 12 fok valószínű. A hétfő is szelesen alakul, reggel és este 7, napközben pedig 13 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, az Oxigén Televízió november 13-ai műsorát látták. Munkatársaim nevében is jó éjszakát kívánok Önöknek. Friss híradóval pedig holnap este 7 órakor várom Önöket. Még egyszer figyelmüket köszönjük, viszontlátásra!